kiegészültek a mocsonakiak is. Bundová ugyan 11. védését mutatta parádés bravúrját, de bal szerencsése visszapattant a hazaiakhoz a labda. Most viszont Brunczik Fanni szerezhetne újabb találatot, de nem figyelt a vonalra a fiatal beállós. Megint Strakától kapott egy pompás átadást. Harincsis, Petrová. Sajnos még 2 perc is lesz. Igaz, ami igaz. Brunczik Fanni megrántotta a betörő mezét. Ez most nem jött jókor. 22-25. 9 perc van hátra. Ember hátrányban vagyunk kénytelenek húzni az időt. Visszajön Matus Virág is. Hát, ha sikerül gólt szereznie a balkezes jobb szélsőnek. És időt kér nagyon okosan Prickler Szilvia. Volt, hogy már 5-tel is vezetett a Dunaszerdai azért, mert higgadtabbak és precízebbek voltak a támadások során, főleg Straka jeleskedett ebben. Aki érzésem szerint a meccs legjobbja a Dunaszerdaieknél, főleg a második félidőben nyújtott produkciója miatt. Hát remélhetőleg majd a meccs után vele elemezzük a találkozót, és esetleg még Prickler Szilviát is szóra tudjuk bírni. Tehát ne fussunk ennyi előre, hiszen még van 8 perc 55 másodperc a találkozóból, és 3 gól kézilabdában Soványka előny. Különösen azután, hogy ugye a mocsonakiak nagyjából úgy a 42. percig vezettek, utána történt a nagy fordulat. Jó lenne most megint egy gólt szerezni, bár nagyon nehéz lesz, hiszen 1 perc 40 másodpercig még hátrányban vagyunk. Bugár Szintia, Straka. Matus a szélső, lelkes a másik szélső, Nagy Orsi. Az előbb egy egyéni akcióból 2 ember hátrányból is tudott gólt szerezni, Straka. Remek labda, bravúros megjátszás, ez igen, ez csapatjáték volt. Lelkes Lilla, megint a szélső posztról, rövid felsőbe, 22-26. Belemenésnek tűnt Petrová, belefordult Strakába. Marad a labda Bocsonaknál, 1 perc 10 a kiállítás. Ból még 22-26. Bravo, nagyszerű blokk Bugár Szintiától. Szerencséjük van a mocsonakéknek, hogy a szélsőz pattan a labda. Lencsésová. És most ezt mellé püföli. Most ezt mellé püföli Dianová. El van fáradva, úgy tűnik a mocsonak. Elkészültek az erejükkel. Felőrölték őket a dunaszerdahelyiek. 22-26, még mindig 52 másodperc, nagyon-nagyon lassan vánszorognak azok a fránya másodpercek a mi kiállításunkból. Még 50 másodpercig kellene okosan játszani fejben. Straka ott van, úgyhogy nem félek attól, hogy nincs ész a pályán. Nem mintha a többieknek nem lenne eszük, de Strakának valamivel több van a kézilabdához mindenkinél. Na nézzük Strakát! Matus. Straka. Most is eljátszik egy szabálytalanságot. Várta Szintiát, elzárták most az útját az átlövőnek, de Straka addig legalább kierőszakolt egy kiállítást, még 26 másodperc. Egyelőre nem jeleznek passzívot, Bugár Szintia. Most észlelték Dianová. Tudta, hogy hova jön a labda. Sajnos megjátszható a szélső. De Bundová, hát kérem, Bundová, 12. védése. Majdnem 50%-os hatékonysággal véd Lenka Bundová. Straka, Matus, letelt a kiállítás, van beállósunk, és Brunczik Fanni az. 4 gól az előny, 8 perc van hátra, már annyi sem, 7 perc 30, az még rengeteg. Bugár, Bugár, kapufa, ajjajjajjaj. Pedig megvolt a lövő pozícióban, és el is engedte. Marad a 22-26. Dianová, ez belemenés, kérem. Hát ez a Matus Virágba beleszállt Dianová.
Marad a labda a mocsonakiaknál. 54. perc kezdődik. Straka jól védekezett. Pillanatra azt hittem, hogy hetest ítélnek, de most szerencsére megúsztuk. Lencsés Veronika a jobb szélről keveredett beállóba. Lencsés Lucia, eladják! Budován nyugi! Mondja Straka, hogy nyugi, nincs kit indítani. Bugár Szintia, nagy orsolya. Üres a szélső, nem érdekli nagy orsolyát. Ki üres, ki nem. Így lehet önzősködni, hát ezt nem nevezném önzősködésnek. Bevállalt és be is vágta Bundová 13. védése. Azt hiszem megnyertük. Nem akarom elkiabálni, de 22-27-nél nem lehet ezt már elpackázni, lányok. Nagyon megérdemlitek azt, amit a második félidőben produkáltatok. Most már tartsuk meg. Bugár Szintia, Straka. Bugár. Nagy orsi. Lelkes Lilla a szélsőben maradt. Posvanc Rebekát nem játszhatja, a rutinosabbaknak hisz most Prickler Szilvia, ő tudja mit csinál. Posvanc Rebeka is remekül játszott egyébként. És nagy Lilla is. Bugár Szintia egy szólót mutat be. Marad a labda a dunaszerdahelyieknél. 5 perc, 40 másodperc van hátra. Nagy orsi Bugár Szintia. Ha most gólt lövünk, akkor szerintem eldőlt. Bugár. Nagy Bugár. Lelkes. Lelkes. Lencsés Vladimira tudta, hogy hova jön. Nem baj, ki kell védekezni egy támadást. Lencsés. Dianová. Ezt nem lehetett védeni. A léc alá bevágta a védhetetlen. Bundová. Ezúttal nem volt esélye bravúra Bundovának. 23-27. Gólt kell lőni. És Posvanc Rebeka jön vissza szélsőbe. Brunswick Fanny a beállós. Bugár, Straka. A Matus Virág a jobb szélen. Posvanc a bal szélen. Lelkes. Na, ez 2 perc. Jó van Lelkes Lilla. Egyéni akciója után kapott egy pofont. Kézilabdában ez benne van a pakliban. Lencsés Lucia. 2 perces előnyben leszünk. 56. perc. 23-27. Ezt most Straka nem jól csinálta. Hát igen, nem minden jön ki neki sem azért. Próbált eljátszani egy szabálytalanságot, de belemenés lett a dolog. Ez most nem jött jól, hiszen mi vagyunk előnyben. Ezt egy picit okosabban kellett volna most megjátszani a Strakának. Talán ennyi kritikát elbír, hiszen jó pár dolgot csináltam, amiért dicsérhettem jogosan. Most pedig Posvanc Rebekát kell dicsérni. Remekül védekezett Lencsésovával fel szemben. Straková, Bugár összeszedi. Belőtte ugyan Szintia a 10. gólját, de egyelőre maradt 9 találatnál, mert belesípolnak. És Straka pihen. Egy picit elfáradt, hiszen az egész meccset végig a pályán töltötte Straka. Nagyon sűrűn visszahette. Brunswick Fanny üres, Brunswick Fanny megint ejteni akart. Erre számított Lencsésová. Belépett. Hála a jó Istennek, az a jó vonal ott jó, oda festette valamelyik festő valamikor. Amikor a csarnokot csinálták mocsonakban, mert nagyon kellett, hogy ez a vonal most ott legyen. 23-27. Szintia, nagy orsi, Bugár, Ecsel. Nincs szabálytalanság, vagy hetes van? Nem létezik, hogy Bugár Szintia ezt egy méterre fölé dobja onnan. Nem létezik. Na. Két játékvezető tanácskozik. A tanácskozás vége egy döntés, a döntés pedig úgy hívják, hogy 7 méteres, az ítélet végrehajtott pedig úgy hívják, hogy nagy orsi. Most már csak azt kéne, hogy a góllövőt hívják úgy, hogy nagy orsi. És úgy hívják! Ebben a pillanatban nagy orsi 4. gólja. 23-28. Mind a 2 bajnoki pontot
Viszik a szerdahelyi lányok a csalló közben a karácsonyfa alá, megérdemlik, és 5 csapat lesz 16 pontos a bajnokságban. Megnyerték, megfordították 15-13-ról, még be is dobhatja ezt Petrová. Nem létezik, hogy 4 gólt kapunk innen. Nem létezik. 24-28, 2 perc 10. Na gyerünk, még egy gólt azért, hogy legyen 29, ha nem lesz 30, de legalább 29. Olyan szép szám a 29-es. Lelkes. Nagy Orsi. Pici talánság, most nincs ugye Straka. Van lelkes Lilla. És egy szabálytalanság. Visszalőtte nagyon cselesen a rövidre. Ijesztett a hosszúra. El is küldte a kapust oda. De azért nem volt egész precíz az elgondolás végrehajtása, mert megtámasztották a könyökét. Posvánc Rebeka kéri a szélen. Marad a labda a dunaszerdélyeknél. Marad a labda a dunaszerdélyeknél. Hiszen az egyik mocson, aki Kolecsányi ért hozzá. Ho-ho-ho! Ha nem átlövő dobja az átlövés gólt, hanem Óza Réka. Egy szélső. 24-29. Az a kérdés, hogy mi lesz a végeredmény. A 2 pont Dunaszerdahelyre költözik, és beírják a tabellába. 16 pontunk lesz. 5-ös holtverseny az élvonalban, még akkor is igaz, ha szépít 25-29-re. Kolecsányi Kati, 45 másodperc. Na, akkor előbb azt mondtam, hogy milyen szép szám a 29-es, de nekem jobban tetszik a 30-as, az a szép kerek, meg az a meggyőző is. Idegenben még nem is sikerült soha se ennyit lőni. Há most sajnos nem jön össze a kívánság, de Budová véd, és még összejöhet. 29-25, 30 másodperc. Lehet, hogy a slusszpoén elmarad, nem lesz meg a 30. gól, de a győzelem már rég megvan. Nagy Orsi még megpróbált egy trükközést, egy piruettet, egy balettosz mozgást. Na 8 másodpercet, lányok, lehet-e gólt lőni? Lelkes Lilla, lehet lőni, gólt lőni nem lehet, de gólt kapni sem lehet. Ebben a pillanatban vége. Kedves nézőink, az első félidőben rengeteg hibát vétettek a dunaszerdahelyiek. Idegesen játszottak, túlságosan is kapkodtak. Ember előnyben is 2 gólt kaptak, 2-ös ember előnyben is. De a végén, a második félidő derekán már igazolták azt, hogy újonc létükre remek őszt zárnak, és 25-29-re, tehát 4 góllal megverik a mocsonokat, és 16 ponttal zárják az őszt. Bravo dunaszerdahelyi lányok, bravo sárgakékek, vastaps mocsonokon, és a vastaps a hazaiaknak is szól, hiszen az első félidőben jobbak voltak, a másodikban viszont egyértelműen a 40. perctől a dunaszerdahelyiek irányítottak, köszönhetően Straka játékmesterének, játékmesterkedésének is, de hát az egész csapat most tényleg csapatként működött. Zicsereket dolgoztak ki, és zicsereket is váltottak gólokra. A végeredmény tehát mocsonok Dunaszerdahely 25-29 értékelések a pályáról.